A belkereskedelmi dolgozók számára a minisztérium oktatófilmeket készít, amelyekben népszerű színészek mutatják be, hogyan kell bánni a vevőkkel, és miként lehet vonzóbbá tenni az árucikkeket. Ez a készülék a Terta 922-es kétsebességű magnetofon. Talán a legbonyolultabb feladat a szakmában a magnetofonok eladása. A fölvételt akarunk készíteni, először a baloldali középső, majd a mellette lévő szélső gombot nyomjuk le. A felvétel a jobb szélső billentyű lenyomásával indul. A felvételt a hangerő szabályozó gombbal vezéreljük. De vigyázni kell, hogy a varázsszem fényes szárnyai ne érjenek össze még a legnagyobb hangerőnél sem. A készüléken látunk itt egy gombot, ez a trükkgomb. Ennek a segítségével trükkfelvételeket készíthetnek. Bármilyen zenés anyagra ráénekelhetnek. Úgy történik, hogy előbb a gépet felvételi állásba helyezzük, így. Majd a trükkgombot a felvétel alatt benyomva tartjuk. Tessék, énekeljen valamit. Bátran. Köszönjük szépen, akkor legyen szíves blokkolni. Elnézést kérek, hogy ismét beleszólok, de engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet lemezjátszó kollégámra, aki nem tud beszélni. Jaj, de kedves. Illetve arra, hogy a lemezről történő átjátszáshoz kettőnket egyszerűen csak össze kell kapcsolni, és már is üzemképesek vagyunk. A csomagban a legújabb típusú televíziós készülék van. Mutassa! Tekintsék meg a Calvin téri áruházban, nyitva reggel 9 órától este fél hétig. Még néhány pillanat és hagyományos ünnepélyességgel megnyílik a legújabb, a legmodernebb cipőbolt. Az előrelátó tervezők itt már időben gondoskodtak mindenről. S jó néhány átalakítás után végre újra megnyílhat a cipőbolt. Eset nem is olyan mulatságos, hiszen a meggondolatlan virtuskodásból eredő kár tetemes összegre rúghat. A kár akkor is kár marad, azt nem tolvaj módjára tudatosan, hanem meggondolatlanságból, könnyelműségből okozzák.